Miközben egyébként az agrárminiszter a 2023-as év kapcsán megjegyzi, hogy sikerágazat volt a szektor a magyar gazdaság szempontjából, és egyébként erre rámutatnak gazdasági jellemzők is, akközben például a népszava gyűjtése arról szól, hogy a függetlenül attól, hogy milyen területnagyságon gazdálkodnak bizonyos mezőgazdasági termelők, mindenki vesztességről, vagy épp hogy nulláról Beszél a tavalyi év kapcsán. Köszöntöm a stúdióban agrár agrárközgazdászt. Mi okozhatja ezt a, az ellentétet, hogy fölülről, ha ránéz a tájra az ágazati csúcsvezető, akkor sokkal jobb képet lát, mint amit a gazdák maguk? Hát egyszerű a válasz, ugyanis 2022, ez egy tragikus év volt, óriási asszály. 2023 mezőgazdasági növénytermesztőknek kiválóan sikerült ehhez hozzájárult a kedvező időjárás, megfelelő mennyiségű csapadék, tehát a termelés mennyisége óriásit nőtt, akár legyen szó gabonáról, olajos magról. Vagyis a magyar mezőgazdaság a GDP-je óriási mértékben nőtt, hozzájárult a nemzeti, nemzetgazdaság növekedéséhez is, illetve megmentette a mínusztól az a mezőgazdaság a magyar gazdaságot. Tehát ebből a szempontból valóban egy történet, Igen ám, de egy dolog a bruttó nemzeti termék előállítás, másik a termelés jövedelmezősége, és az viszont óriási csökkent, mivel a mezőgazdasági nyersanyagárak a világon mindenütt, tehát nem csak Magyarországon, óriási zuhantak 2023-ban, és a gazdák a hatalmas mennyiség, ami ott van most idezőjelben a nyakunk, nyakukon, hát várnak jobb árakra, nem tudják eladni a terményt, tehát ez a gazdasági sikertörténetnek a pénzügyi és a gazdaságossági oldala az bizony erős gyeng, gyenge lábakon áll, vagyis összességében a termelők nemhogy jövedelmet értek, tudtak volna, növelni, hanem a veszteségeik nőttek jelentősen 2023-ban. A Jobbiknak a mezőgazdasági bizottságban ülő képviselője, Bence János, beszél arról, hogy több tényező járul -e hozzá, hogy a gazdák ezt hát nem élték meg profitábilisan ezt az elmúlt évet. Beszélhetünk a háborúra, az energiárak növekedéséről, vagy az üzemanyag költség meg, megugrásáról, de nyilván az ukrán gabonára kell elsősorban gondolni, amely hát szerinte egyébként a kormányhoz köthető üzleti körök számára erős nyerességet hozott, mert sokan közreműködtek abban, hogy ide jöjjön ez a gabona, miközben egyébként már, már a tavaly előtti termés is bennáll a tárolókban. Hát az ukrán gabona és általában az ukrán mezőgazdasági termékek jelenléte az Európai Unión belül, a háború előtti időszakban bizony erősen korlátozott volt, kvótákkal lehetett bejönni, és hát a kvótán felüli mennyiségre komoly vámot kellett fizetni, ez megszűnt. Amennyiben az Európai Unió hosszú távon is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajnának szabadkereskedelmi megállapodáshoz hasonló feltételekkel engedjen be bármiféle élelmiszert, mezőgazdasági nyersanyagot, akkor ez hosszú távra ö, okozhat olyan problémát a magyar gazdáknak, hogy azok a termékek, amelyeket mi előállítunk, azokat sajnos Ukrajna mindegyik esetében olcsóban tudja előállítani. Tehát van egy komoly ö, versenyhátrány az ukránokkal szemben, és ez akkor is fönnmarad, ha Magyarország konkrétan korlátokat állít az ukrán mezőgazdasági termékek elé, hiszen Ukrajna nem Magyarországra akar szállítani, hanem Nyugat-Európába, és szállít is Olaszország, Spanyolország, a Németország nagy vevője az ukrán mezőgazdasági termékeknek, vagyis mi történik? A magyar árucikkeknek ott kell versenyezniük az ukránokkal, azt az árszintet, amit az ukránok elérnek, annál afölé bizony nem tud menni, ebből adódóan az eladás euh, nehézkes, hiszen még nem szoktunk hozzá, a magyar termelők, hogy ezt az új helyzetet felismerve, ehhez alkalmazkodva, alacsonyabb költségekkel próbáljunk termelni, így próbáljunk versenyképesek lenni, pedig sajnos ez az egyik út. A magyar mezőgazdaságnak ugyan mindig mondják, hogy kert Magyarországa át lehetne alakulni, de hát az egy teljesen más tudást igénylő, és rövid távon nem megvalósítható dolog, vagyis az a alacsony jövedelmezőség, ami 2023-ban az ágazatban jellemző volt, az egészen biztosan következő években is jellemzője lesz a magyar agrártermelésnek. De ön hallott arról, hogy kereskednek az ukrán terményekkel kormányközeli gazdálkodók? Nem tudok róla, hogy ilyen történne, de a számokat nagyjából ismerem. Az a magyar agrárium teljesítményéhez képest mindössze pár százaléknyi mennyiség, akár gabona, akár olajos magról van szó. Uh -huh. Tehát mi termeltünk tavaly nagyjából olyan 15 millió tonna gabonát, és az ukrán gabona, ami bejött Magyarországra, az nem volt több néhány százer tonnánál. Milányos? Hát arányaiban teljesen jelentéktelen nagyságrend, Viszont ami az árakat alacsony szinten tartja most is, az az a készlet, ami buzából, kukoricából, napraforgóból itt van bent az országban. Ha térjek rá az utolsó másfél percben a német helyzetre, ugye az ottani kormány támogatások elmaradása és üzemanyag támogatások elmaradása miatt ugye kitört a traktoros lelázadás, a felvonulás. Azt mondják itt, hogy az ottani szervezéshez szervezettséghez hasonlót nem lehet itt létrehozni, mert a kormány benyelte a magoszt, benyelte a Nemzeti Agrárkamarát. Egyetért ezzel az értékeléssel, és mi a német helyzet tanulsága? Hát Magyarországon nincs független agrár jelen pillanatban, ez kétségtelen tény. Erősen a Fideszhez kötött magoszt. Pedig a gazdáknak szüksége volna e, ebben jó a Jó lenne, ha lenne, de nincsen. Ugye a, a német gazdáknak igazából nem a a plusz terhek fájnak igazán, az az összes költségeikben egy-két százalékot jelent mindössze, hanem az, ahogy, amilyen mostohán kezelik őket. Tehát az, hogy a német mezőgazdasági miniszter környezet minősíti a saját ágazatát, azon belül pedig határozottan le akarja építeni az állatállományt, mert az állati jóléti és egyéb másokok miatt sem igazán passzol a zöld gondolatokhoz. Mm -hmm. Ez fája a gazdáknak, ők úgy gondolják, hogy nem környezetszennyezők, körforgásos gazdaságban vesznek részt, és egyszerűen a saját miniszterük nem is érti azt a mezőgazdasági filozófiát, amit ők képviselnek, hiszen például vegetariánus húst nem fogyaszt, tehát hogyan akar egy ilyen miniszter, tejtermelés, hústermeléssel érdemben foglalkozni, amikor ilyen szubjektív előítélete van az ágazattal szemben. Ne hogy köszönöm szépen, hogy segít megérteni a gazdasági folyamatokat. Szívesen.